Nyújtsad! Jók vagytok! Érzitek, hogy a combhajlítók, feszes combhajlítók, hogy nyúlnak? Azt nagyon. Következő a fordított széktartás. Igen. Ez az ászana erősíti a lábszárat, a combot és a farizmokat. A mély csavarás pedig szuper hatékony emésztés szempontjából finom nyomás alá kerülnek ilyenkor a vessék, a máj, a lép, és minden stimulálja a mérgek eltávolítását, és tonizálja a hasfalat. Hát képzelj el egy széket. Képzelj el egy széket, és fordítsd meg. Így. Hát én magam kárjátom. Úgy, igen. Tehát magyarul szerintem le kéne vennünk szerintem a földre. Lehet, hogy úgy, hogy a kézen, tehát ha így a szék, akkor úgy fordítod meg, a kézen állsz, és... Na jó, hagyjál már a hülyeséget, de... Én nem nézzük a következőt. A falon fogjuk látni. Nincs itt egy szakember? Ja, mi? Ezt nézd meg. Mi az? Ez a fordított szék. Ja. Hát az úgy érzi, hogy elütötte volna a busz. Itt látod, hogy a vese, a máj és az epe és szerintem minden ilyen. Szerintem ez egy síugró, csak most nem kapott ruhát megfelelően. Így, jó, jó, igen, igen. Tedd a fejedet a két lábad közé. Köszi szépen. Régen meg akartam ezt csinálni. Nagyon jó. Nem. Aztán nem jött össze. Sokat próbáltam fiatal. Inkább hanyagfekve, tudod? Soha nem sikerül. Nem nagyon. Ennyire kell így maradni. Gyerikém, gyere csak pont a fordított székben. Gyere. Gyere, ez oda nézzetek. És innen kell 5 méter. Ott a stílus, kérem szépen. Egy ilyen fordított széket kéne csinálni, Gyerikém. Így. Nem látom. Ja, aranyos. Mutatom, jó? Úgy, úgy. Aha. Jó. Jó. Érzitek a vesét, a májat, a lépet? Én nagyon. Én inkább a lencsét. Én a vállamat érzem. Tartsátok ki! Tartsátok ki! Tartsátok ki! Tartsátok ki! Jó, fejebb a kéz, jó? Jó. Ez egy gyenge. Na és akkor most következik a fordított háromszög. Ez a póz nyújtja a mellkast, nyitja. Ez? Ez, igen. És ez miért fordított? Növeli a tüdőkapacitást, nyitja a vállakat, nyújtja a gerincet. Csináltuk, jó iskolában annak idején, csak másképp hívták. Aha, így van ez. Aha, az. Így, így. De laza fölfele a kéz, föl. Eddig jó. Ugyanaz a kar, ugyanaz a lábhoz, nem? Igen, igen, igen. Igen. Jó. Ugyanaz a kar, ugyanaz a lábhoz. Jó, de könnyű, mert a kéz, így. Úgy, jó. A csavarás pedig aktivizálja az emésztőszerveket. Miközben enyhül a stressz. Érzitek, hogy enyhül a stressz? Csak hülyeséggel, amit mondom. A szorongás és a test-elme energiával töltődik fel. Valamelyik, most valamelyik be fog kulázni valamelyik. Na, most jön az, figyelj, most jön az ekeállás. Eki. Na, Muti. Na, ekeállás. Na, jó, van. Tessék az ekeállást akkor csinálni. Ez semmelyik irány, nem jó így. Jó, ez Ada, hogy csinálja meg egyet. Jó, ez női munka. Ez olyan, mint aki nem tud. Gyertyát csinálni. Igen, igen, csak így. Ezt akartam mondani, hogy nekem legyen a Márk legkomolyabb. Kezdő bohóc a szintén. Igen, erősíti, nyújtja a hátizmeit, javítja a testtartását, stimulálja a hasi szerveket. Nagyon jó, csak a nyakadat el ne tör. Csak ehhez kell egy paraszt, aki szánt vele. Úgy, nézzétek az Adát, csodálatot. Az Adát nem mertem így elkapni. Megnézel egy ilyenekét? Én már láttam. Adának egy óriási tapsját. Nagyon szép az ekéz. És várjatok, mert a végére hagytuk a legizgalmasabbat, a varjú pózt. Ez a varjú. Na jó, adja. De a Gerikém, majdnem megvolt az eke. Ott volt a eke. Mondjuk egy hó eke, de jó. Figyelj, megcsinálom a varjút. Hallod, ebben az ekével a déli sarkig eljutnál. Jó, és a varjú, oda nézd, várjál! Meg volt, csak döglött! Nézd a brékes, nézd a brékes! Pölögjék, földön, mit tudsz? Na most! Földön! Vigyázz a kis fejedre! Egy másodpercig tudtam valamit! Nem vagy már 20 éves azért, Peti! Most hullámozzál! Peti, még megsérülsz! Úgy, hogy itt a frutta, add tovább! Ada, te megpróbálkozol a varjúval? Nem tudom megtartani. Helyezkedj guggoló támaszba. Azaz. Kezeidet tedd le, várj, szélességben előre néző ujjakat. Akkor meg vagyunk csak az egyes súlya. És utána szépen emeld föl. Főnök, megtalálhatom? Persze. Kiékelhetem, főnök, Kedves csapattársad segít akkor egy kicsit. Segítek, kiékelhetem. Jó, stabil legyen. Gergő. Én a varjút kihagyom szerintem már. A varjú kardot rántanak. Tehát úgy teljesen megtisztultam. Ugye?
Látszik, hogy tiszta detox vagy. Nekem madárfóbiám van, gyerekek, én nem akarom kérdezni. Madár! Én jó, akkor most figyeljetek, levezető gyakorlatként mindenki foglalja el a repülő lótusz állását. Ülését, bocsánat. Így. És repülő? És kérem szépen azzal a frekvenciaszámmal csatlakozunk az univerzumhoz, hogy a rezgéseink tényleg a világmindenséggel harmóniába kerüljenek, úgyhogy egy mély ómmal fogjuk köszönteni. Hányom most, mert van 4-8. Hát ami kijön, mindenki gondoljon a detoxra, a testére és a lelkére, és háromra. 1, 2, 3. Zsúú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 
Beteg él a mandarin. És namaste! Namaste. Nem ettél meg itt? Nem, ott a tortilla, namaste! De nehogy valaki azt higgye, hogy mi ebből viccet csinálom, mert ez egy marha komoly dolog áll. Persze, csak mi vagyunk bélák. Jó? Persze, persze. Én sok mindenben hiszek. De most komolyan. Nem, a joga az tökéletes. Én is szoktam jogázni, mondjuk nem voltam egy fél éve, azt hozzáteszem. De... ahhoz képest nagyon megcsináltad az izét. Én egy hajlékony valaki vagyok. Erre az oldalak, amit én sem ismertelek. Mondjuk, de ugye, hogy az edzőit le kéne tegyem. A TF-en találkozunk. Aki nem tudja, azt tanítja. Danikám, mit szóltál a varjakhoz? Csodás. Én a gombócartúr voltam ebben a projektben. Én lehet, hogy kérek ide egy varjút tőle. A gombócartúr az egyébként vetési, vagy milyen volt? Jóga varjú. Nagyon, egyébként nagyon jó a szett, külön kiemelném Gerinek még a karácsonyt idéző zokniát. Én karácsony óta ebben vagyok. Én egész télen. Jó, a testedzés után mindenki jehet egy kicsit. Nézd, a sipos már zabás. Mert csak most jógáztál. Nehogy kalória deficite legyen. Hát gyerekek, minden. Gyerekek, hülyeskedünk, de egyébként ez egy nagyon-nagyon szép gyakorlat. Úgy is van. Pontosan. Ugye, hogy egyébként energetizál a jóga? Kérem szépen. Jól esett rendesen, minden reggel meg kell csinálnunk, de én fél hatkor még adás előtt. Egyébként igen, még a smink és a haj előtt, és akkor utána belőnénk a rakabilit. Igen, kicsit szépen a fizurám, azt akarom mondani ezzel. Nagyon szépen köszönjük ma is, hogy velünk voltak, nagyon boldog névnapot még a Genovéváknak. Így is van. Benjamin, a Genovéváknak mindenképpen. Holnap Rozinával várjuk Önöket, és nagyon sok izgalmas dolog. Hát jönnek a barátok közt legszebb csajai. Pontosan jönnek a barátok közt legmenőbb női, illetve itt lesz Kerekes József, itt lesz velünk Csonka Bandi. És hát ki lesz, hogy Királyköti barátunk, ugye a Budapestben, illetve hát aki megnyerte. Akinek én voltam az egyik kovia a döntőben. Te adtad a lovat, miatt a nyerhetet. Simonnal együtt főztünk vele. Úgy is volt, a Király Peti jön, a konyhafőnök VIP legutóbb. És tudják, hogy 2019-ben már reggel 6-tól várjuk Önöket, tehát holnap is korán kelünk, 6-kor már itt vagyunk.